Kedves hallgatóság, belekezdünk a fél év utolsó témájába, magfizika történetébe, és ennek is a bevezető szakaszában a radioaktivitás jelenségének megismerésével foglalkozunk először. Lépjünk egy picit vissza. Olyat mutatok először, ami már szerepelt a kvantummechanika történetében, méghozzá a vákumcsöves kísérleteket. Ugye ezt már kiveséztük, úgyhogy most nem mondanám el újra pontosan ennek a berendezésnek a működését. A lényeg az, hogy erősen légritkított térben, vákumban, egy katódból, azaz negatív pólusból izzítás hatására valami kilépett, ami elkezdett a pozitív pólus az anód fele szaladni, és ha lyukat hagytok az anódon, akkor valamilyen sugárzás, amit eleinte katód sugárzásnak neveztek, lépett ki, és az mindenféle furcsa dolgot okozott. Például, ahova beleütközött az üvegbe, ott fénykibocsátással gerjesztette az üveget. Emlékezünk, ez a katódsugárcsöves tévékészülékek, ami majdnem egy évszázadig egyed uralkodó volt a tévék között, annak a működésének az elve. No, de visszatérve a fizikához, az a lényeg, hogy azt vették észre, hogy vákumban néhány ezer volt feszültséggel fölgyorsítható valami, és olyan furcsa sugárzás indul el, amit eleinte még nem tudtak, hogy ezek elektronok. És elkezdték vizsgálni, hogy mi az ördög lehet ez a katódsugárzás. Sokféle anyaggal, sokféle körülmény között megismételték a méréseket az 1860-70-80-as években, és olyanok jöttek ki belőle, hogy ez mindig a negatív pólusból lép ki, azaz katódból lép ki. Önmagától egyenes vonalba terjed, ha nem zavarják meg a terjedését. Ahova becsapódik, ott nagyon sok anyagot fénylésre késztet, ezt nevezik fluoreszcenciának. Bizonyos anyagok csak kicsi, mások pedig nagy fénymennyiséget produkálnak. Ugye például a régi tévékészülékek belseje olyan anyaggal volt bevonva, ami erős jelet produkált, nagy fényerőt produkált a katódsugárzás becsapódásakor, de a sima üveg is valójában fénylik egy picit, ha becsapódik oda az elektron nyaláb. A kezdeti kísérletekben azt vették észre, hogy ez a nyaláb mágneses térrel eltéríthető. Érdekes módon ez megzavarta a kutatásokat, de eleinte elektromos térrel nem sikerült eltéríteni a nyalábot. Később kiderült, hogy ez a pontatlan kísérleteknek volt köszönhető, ha nem volt elég jó a vákum, akkor ionok szaporodtak föl a vákumcsövön belül, és az ionoknak a töltés szétválasztása ellensúlyozni tudta a külső elektromos teret. Szóval eleinte csak mágneses térrel tudták eltéríteni ezeket a nyalábokat, mindig merőlegesen lép ki a katódból, és bármilyen anyagú katód esetén azonos. Ez egy érdekes megfigyelés volt, mert akármilyen fémet tettek oda katódnak, ugyanolyan módon viselkedett a katódsugárzás, tehát nem arról volt szó, hogy ledarab, hogy egy fél atom repül ki, egy fél, mit tudom én, wolfram atom repül ki, vagy egy fél rézatom, mert akkor, hogyha wolframot vagy rezet használtak a katód anyagául, akkor valami eltérés kellett volna legyen. De nem, azonos volt mindig. És az ultraibolya sugarakhoz hasonlóan kémiai reakciókat vált ki, tehát ahol az ismeretlen természetű nyaláb becsapódik, ott mindenféle kémiai reakció indul meg. Sokáig nem dőlt el, hogy egy újfajta sugárzásról, mondjuk valami speciális elektromágneses hullámról van szó, vagy valami részecskéknek az áramlásáról. Például a nagy Henrik Hertz is egy ideig meg volt ezügyben tévedve. Végül egy Joseph Thomson nevű angol fizikus volt az, aki tisztázta, hogy a katódsugárzás mi is valójában. Ugyanis megfigyelte, hogy elektromos térben is eltéríthető, tisztázta a kísérleti nehézségeket, kimutatta, hogy energiát hordoz, és lendülete is van, tehát aminek neki megy, azt meg tudja lökni
ez a nyaláb, ahova becsapódik, ott negatív töltés halmozódik föl. Na hát ez volt a legerősebb érv az ellen, hogy ez csak valamiféle elektromágneses hullám legyen, az nem hordoz töltést. És számszerűen is sikerült a szállított energia töltés lendületet leírni a részecske elmélettel. És Thomson bebizonyította, hogy a katódsugárzás kis negatív töltésű részecskékből áll ezek az elektronok. Később kiderült, hogy ez az elektron fontos szerepű például a szilárd testek belsejében, ez közvetít az ionok között kémiai kötést, és ez tartja egybe a szilárd testeket, de ez már egy másik sztori. Minden esetre kiderült az 1800-as évek végén, hogy a katódsugárzás valójában pici töltött részecskék áramlása, és a további kísérletekben az 1900-as évek elején az elektronról kiderült, hogy minden atomban van, akármilyen atomból kiszakítható, és a hátra maradt valamit úgy nevezik, hogy ion. Nagyon fontos technológiák alapozódnak meg ekkor, ebben az időszakban. Meg aztán ugye felhasználták például a relativitás elméletbe is, mondjuk a Kaufmann kísérlet eredményeit, amikor pontosan mérték ezeknek a fajlagos töltését, meg ilyesmiét, és végül egy Robert Millikan nevű fizikus méri meg az egyedi elektron töltést és tömeget. Ez csak egy történeti érdekesség, mindezekből a kísérletekből, amiket Thomson és társai végeztek, ezekből önmagában csak az úgynevezett fajlagos töltés volt megmérhető, tehát a töltés per tömeg arány. Az egy külön trükközés volt, aki akarja nézze meg a fizika kultúrtörténete könyvben, hogy Robert Millikan hogy mérte meg az egyedi elektron töltést. Nos, ez egy picit ismétlés volt, bár bővebb volt, de amit most mondok, az már új ismeret. Az elektron, a katódsugárcsőbe való kísérletezés során, bár még nem értették pontosan mi is a katódsugár, rengeteg fontos felfedezést tettek. Például Wilhelm Röntgen 1895-ben felfedezi a röntgensugárzást. Eredetileg nem valami különleges sugárzást keresett, hanem azt figyelt, hogy az elektronnyaláb hogyan vált ki fluoreszcenciát, tehát hogyan készteti fénylésre az anyagokat. Egy véletlen felfedezés tett Röntgen, ahol a nyaláb becsapódik az anódba, onnan egy újfajta sugárzás indul ki. Hadd lapozzak ide-vissza. Ugyanis az elektronok egy része az anódon hagyott lyukon elmegy előre, másik része viszont itt szépen becsapódik az anódba. És azt vette észre Wilhelm Röntgen, hogy ez a rész egy kicsit világít is, tehát fény is indul ki belőle, de valami láthatatlan sugárzás is kiindul innen, ami átható papíron, üvegen, fémen, jó, ha nem túl vastag a fémréteg, akkor fémen is áthatol, viszont úgy érzékelhető, hogy a fényképezéshez használt filmen nyomot hagy. Ugye akkoriban a fényképezés egy új technikának számított, és a tudományban is jócskán használták rögzíteni a képeket, és azt vette észre, hogy a fotolemezek, filmek azok elsötétülnek, mintha fényt kaptak volna, bár be voltak csomagolva fényhatlan papírba, hogyha közel tette ehhez a működő katódsugárcsőhöz. Azonnal fölismeri a jelentőségét Röntgen, és 1896-ban már orvosi célra alkalmazzák. Mi ez a sugárzás? Mivel fogalmuk se volt, ezért ráakasztották az X-sugárzás nevet, és nagyon sok nyelven, például angolul is, a mai napig is X-ray-nek hívják ezt. Magyar nyelvterületen terjedt el, hogy meg errefele Közép-Európában néhány területen, hogy a felfedezői nevéről röntgensugárzásnak nevezik. Hogyha elmegyünk angol területre, és azt mondjuk, hogy röntgensugárzás, akkor azt csak a műveltek tudják majd, hogy miről beszélünk, hogy egy Wilhelm Conrad Röntgen nevű fizikus felfedezésről van szó, az X-ray az általános elnevezés.
Néhány éves kísérletezés során bebizonyosodik, hogy itt nem valami részecskékről van szó, hanem elektromágneses hullámokról van szó, amik még az ultraívójánál is rövidebb hullámhosszúak, azaz nagyobb frekvenciájúak. Tehát ez extrém nagy frekvenciájú elektromágneses hullám. És az alkalmazások azonnal megindulnak. Itt az érdekesség kedvéért feltüntettem az első dokumentált röntgenképet. Ez röntgennek a feleségének a kézfeje, itt a gyűrűvel. Ugye ez még csak egy gyors összedobott kísérlet volt. Egy év múlva már tökéletesítettek a kép élességén, és ez már egy igazi orvosi célra is használható röntgen kép, amin a részletek is látszanak jobban, és 1897-ben már műtét közben használták a röntgen készüléket. Valakinek a fejéből egy lövedéket operáltak ki, és a röntgen készüléken keresztül nézték, hogy hova is kell nyúlni a kritikus műtét során. Az előzmények közé mindenképpen ide kívánkozik a periódusos rendszer felfedezése, kicsit visszalépve. A kémikusok a 17. századtól kezdve ismerik föl, de inkább a 18. században alakult ki igazán a kémiai elem fogalma, és egyre több olyan kémiai elemet fedeznek föl, amit kémiai eszközökkel tovább nem tudnak bontani. Innen jön ugye az atomelméletnek a gondolata, amit már a kvantummechanika bevezetésébe is említettük. Vizsgálják a tulajdonságaikat, úgy, mint atomtömeg, milyen vegyületekbe képes belépni, meg hasonló, és látják, hogy van valami szabályosság, de azért ezt nem sikerül egyből eltalálni. Sok próbálkozás után a nagy áttörést egy orosz tudós hajtja végre, Dmitri Mendelejev 1869-ben publikálja a periódusos rendszerét, aminek az egyik első formája itt található ebben. Ez az egyik nagyon gyorsan változott, tehát volt, hogy ennek a transzponátja volt, tehát sorokoszlopok föl voltak cserélve, meg ilyesmi. Az a lényeg, hogy azt vette észre, hogy például a lítium, a kálium és a rubídium, ezek hasonló kémiai tulajdonságúak, ezeket egymás alá írta, ugyanígy hasonlít a nátrium, a réz egymáshoz, vagy itt más atomoknál is felfedezte a hasonlóságot, egymás alá írta a hasonlóakat, és így sorban, növekvő sorban, kémiai rendszám szerint növekvő sorban pedig az atomok, az egyes atomok szerepeltek. Tehát itt volt a legkönnyebb, egyelnehezebb, egyelnehezebb, még egyelnehezebb. Tehát úgy tűnt, hogy a természetben van valamilyen szabályosság. Na most egy megjegyzés, ez azért nem a mi periódusos rendszerünk, ez történetileg írtam fel az egyik első könyvből, ami Mendelejev rendszerét ismertette. Például a figyelmes olvasónak feltűnhet, figyelmes hallgatónak feltűnhet, hogy nincsenek itt a nemes gázok, a hélium, neon, stb. Sokáig ezeket nem sikerült beilleszteni, pont azért, mert nemes gázok, tehát nem lépnek kémiai reakcióba, vagy nagyon nehezen lépnek kémiai reakcióba, ezért nem tudták hova tenni őket. Minden esetre ez az 1869-es felfedezés, ez azonnal nagy hírt hozott, mert mutatja, hogy van valami szabályosság az atomok világában, ami arra utal, hogy esetleg valami kisebb alkotó részekből állnak az atomok. A szabályosság alapján fel lehetett ismerni, hogy lyukak vannak a rendszerben, és biztos ott is kéne valami elemnek lenni. Például kiderül, hogy itt is kellene, vagy itt is kellene egy elemnek lenni, mert logikailag ez következik a táblázat kitöltéséből, és ez segített a kémikusoknak az új elemekre való vadászatban. Mendelejev például azzal ért el sikert, hogy a periódusos rendszerére támaszkodva azt megjósolta,
illetve először csak megmondta, hogy bizonyos addigi mérések biztos pontatlanok, mert nem illenek bele a periódusos rendszerébe, és sok esetben igaza volt, és a periódusos rendszer kimutatta még a mérési hibák egy részét is. Természetesen a kémiának és a fellendülő vegyiparnak nagyon fontos eszköze volt a periódusos rendszer, és ami nekünk fontos, az az, hogy a kvantummechanikának és a magfizikának a próbaköve. Visszakapjuk-e az elemek tulajdonságait, mármint hogy a kvantummechanika és a magfizika alkalmazásával. A múltkor a kvantummechanika előadásban már utaltunk erre, hogy igen, a kvantummechanika az atomok elektron szerkezetének a megmagyarázásával megmagyarázza például a kémiai kötések kialakulását, és ott már betöltötte ezt a szerepét a periódusos rendszer. Nos, egy történeti érdekességet hadd jegyezzek itt meg, rengeteget lehetne mesélni, mert ezt a kort már nagyon jól dokumentálták. A történeti érdekesség az a következő, Mendelejev eredetileg ezt a periódusos rendszert oktatási segédletnek szánta, ugyanis egyetemen tanított, és szerette volna addig a kémikusok minden egyes elemről egy csomó tulajdonságot felsoroltak, rengeteg adat gyűlt össze ezekről, és volt külön. Nyitottak egy lapot a hidrogénnek, egy lapot a lítiumnak, egy lapot a berilliumnak, és a többi, és rengeteg tulajdonság föl volt sorolva, és Mendelejev azt mondta, hogy a fenébe hát ez így tanulhatatlan, hogy be kell magolni ennyi egymástól független tulajdonságot, próbáljuk rendezni őket, és próbáljuk megkeresni, hogy mi mire hasonlít, és akkor könnyebb lesz ezt az egészet megérteni. És így kezdte el csoportosítani egy egyetemi jegyzet írása közben az atomokat, az addig ismert elem, kémiai elemeket, tulajdonság szerint, és így jött ki neki ez a szép rendszer. Nos, a bevezető szakaszban, ugye az egész előadásunk a magfizikáról szól, még a radioaktivitás felfedezéséről szeretnék szólni. Eredetileg csak a fluoreszcenciát akarták tanulmányozni. Ugye a fluoreszcencia az az, hogy besugárzom az anyagot valamilyen hullámhosszon, tipikusan mondjuk ultraibolya fényre érzékenyek az anyagok, és utána ezek az anyagok sugározni fognak más hullámhosszon, például fényt bocsátanak ki. Azt vizsgálták az 1800-as évek végén, a röntgensugárzás felfedezése után, hogy van-e kapcsolat a röntgensugárzás és a fluoreszcencia között. Mert ugye ez az egész jelenségről összekapcsolódónak látszott. Több kísérlet után egy Henri Becquerel nevű francia fizikus egy nagyon érdekes megfigyelést tett, hogy vannak olyan kőzetek, amik mutatnak fluoreszcenciát is mellesleg, ilyen urántartalmú kőzetek, de ezek akkor is bocsátanak ki valami misztikus sugárzást, hogyha nem sugároztuk be előtte napfénnyel. Ugye a napfény volt a legfőbb ultraibolya forrás azokban az években. Tehát az uránból önmagától jön ki valami sugárzás. Nem túl nagy fantáziával ezt a radioaktivitásnak nevezik pár éven belül, mert még nem értik, hogy mi is ez. Az biztos, hogy ez nem fluoreszcencia, mert nem függ az előzetes besugárzástól. Hogyha hónapokig tartjuk sötétbe az urán ércet, akkor is jön belőle ez a sugárzás. Nem függ a hőmérséklettől, tehát nem valami kémiai dolog váltja ki. És hasonló képeket lehet ezzel a sugárzással készíteni, mint az X-sugarakkal. Hát egyrészt ez örömteli, mert egy újabb módszer az orvosi diagnosztikába, másrészt viszont meg kellene érteni, hogy mi a csoda történik az uránércben, mert azért nagyon sok részlet érthetetlen volt. És ennek a sztorinak az első hősei egy házaspár, a Curie házaspár, Marie és Pierre Curie, akik első körben az uránércnek a kémiai elemzésébe vetették bele magukat, ugyanis az uránérc
egy bányászat valami, sokféle anyagot tartalmaz. Megpróbálták kémiai eszközökkel szétválasztani kémiai elemekre, és kiderült, hogy bár az urán is sugároz, de az urán ércben nem is a tiszta urán a legerősebb sugárforrás. 1898-ban felfedezik a polóniumot és a rádiumot. Egyrészt ez kémiailag is egy érdekes dolog, hogy új kémiai elemeket fedeztek föl, és a periódusos rendszer addig betöltetlen lyukaiba találtak új elemeket. Másrészt viszont legfőképpen a radioaktív tulajdonságaik miatt érdekesek ezek az elemek. Történeti érdekesség, a polónium a Lengyelország nevéből jön, ugye Marie Curie, az Marie Sklodowska, ha jól emlékszem, néven született Lengyelországban, és onnan ment ki. Bocsánat, lengyel nemzetiségű, akkor nem volt független Lengyelország, éppen azokban az években, és ezzel, hogy a hazájáról nevezi el, ezzel egy kiállást is megfogalmaz Lengyelország mellett, ami miatt többen haragudtak is rá abban az időben. Szóval elnevezték az első ilyen felfedezett elemet polóniumnak, Marinak a szülőhazájáról, a másikat pedig rádiumnak, egyszerűen csak az, hogy sugárzó anyag, innen jött a neve, nem volt különösebb oka ennek. Nagyon fárasztó volt ez a munka, több hónapi munkával sok tonna uránércből nyernek ki fél gram rádiumot, amit már meg lehetett mutatni, amit már kézbe lehetett fogni, bár akinek volt egy kis esze, az nem fogta kézbe, de mondjuk az első években még a radioaktív sugárzás károsító hatásáról keveset tudtak. Az egyik első felhasználása a rádiumnak az volt, hogy akár egy tized gram rádium is helyettesített egy komoly, nehezen üzemeltethető és szállítható röntgenkészüléket, ugyanis a rádium sugárforrásként használható volt, és ezt használták is, például az első világháborúban csatatereken ilyen gyors orvosi vizsgálatoknál használták. Bele kellett tenni ezt a 1 gram rádiumot egy kicsi ólomkazettába, ami azért el tudta nyelni a sugárzást, és csak akkor nyitották ki, amikor a vizsgálat folyt. És ha betartották a szabályokat, azért ezzel lehetett jól mérni. És az is kiderült, hogy rengeteg az energiatartalom a radioaktivitásban, egységnyi tömegű rádium vagy polónium milliószor több energiát tartalmazott, mint ugyanannyi legnagyobb hatékonyságú üzemanyag, mondjuk tiszta szén, hogyha elégetjük ezeket. Honnan ez a sok energia? Még az is fölmerült az első kutatókban, hogy sérül az energia megmaradás. Azért nem értették először, hogy mi is történik, mert például kiderült, hogy ez nem valami kémiai reakció, mert nem változott a radioaktivitás akkor se, hogyha rádiumot föloldották valami savban, és teljesen folyékony állapotban volt, vagy lehűtötték, vagy fölmelegítették, semmitől nem függött, és ezért úgy akkoriban már sejtették, hogy a kémiai kötések az atomok burkában dőlnek el, úgyhogy megvolt a sejtés, hogy valahogy a radioaktív forrása ott belül van, az atom belsejében. De ne feledjük, 1800-as évek végén vagyunk, ekkor még az atommagot nem ismerik, tehát csak azt sejtik, hogy valahol az atom mélyéről ered ez a dolog. Na most itt álljunk meg egy kis történeti érdekességre. A Curie házas pár nagyon híres házas pár volt már életében. Meg is kapták a Nobel-díjat. Itt is volt egy kis kavarás a Nobel-díj körül, mert először a Nobel-bizottság Marie Curie-nek nem akarta a Nobel-díjat odaadni, mondván, hogy hát egy nő az biztos nem is csinált igazán lényegeset, biztos csak ott keverte a lötyöket. És férje Pierre Curie állt ki mellett, hogy már pedig az ő munkássága az ugyanolyan fontos volt, mint a, tehát Marie-nak a munkássága ugyanolyan fontos volt, mint Pierre Curie-nek a munkássága. És így kapta meg Marie Curie is a Nobel-díjat.
És a későbbi dolgok igazolták, hogy Marie Curie tényleg aktívan részt vett ezekben a dolgokban, ugyanis Pierre Curie 1906-ban meghalt, de Marie Curie utána is nagyon jelentős tudományos eredményeket tette le ezen a téren. És itt még egy megjegyzés, sokan azt mondják, hogy hú, igen, ezek a kezdeti radioaktivitással foglalkozó emberek mind belehaltak a sugárzásba. Hát például Pierre Curie-t egy szekér ütötte el Párizsnak az utcáin, és abba halt bele. Marie Curie ugyan kapott némi sugárfertőzést, de ha megnézzük, akkor azért hány évesen? Jóval több, mint 60 évesen halt meg, úgyhogy azért a radioaktivitás az nem annyira veszélyes, pedig hát ők maguk kézzel végezték ezeket a kísérleteket. Nyilván védőkesztyű meg ilyesmi, de nem valamilyen nagyon komoly berendezések használatával. Nos, zárójel bezárva, és nézzük tovább, hogy a fizikusok hogy ismerték meg a természetes radioaktivitást. Bekapcsolódik egy fizikus, akinek már említettük a nevét a kvantummechanikánál, Rutherford, Earth Rutherford és kutatócsapata rávetették magukat erre, és kiderült, hogy a kőzetekből jövő, azaz természetes radioaktivitás szétválasztható mágneses térben három komponensre, és meglehetősen fantáziátlanul ezt alfa, béta és gamma nevekkel, címkékkel illették a görög ABC első betűiből, tehát a mágneses térben szétválik. Kiderült nagyrészt Rutherford és társainak a kísérletei nyomán, hogy az alfa sugarak kétszeresen töltött nagy energiájú részecskék, kicsit később Rutherford igazolt, hogy ezek valójában héliumatomnak a magjai. Itt van az erre szolgáló berendezésnek a vázlata. Ide betette ebbe a csőbe a radioaktív izotópot, aztán ezt a burkot itt higannyal töltötte föl, és ez azt jelenti, hogy amikor ebből a belső csőből kijött az alfa sugárzás, és a higanyban lefékeződött, aztán a héliumatommag begyűjtött néhány szabad elektront, és héliumgáz lett belőle, akkor ide szépen fölszivárgott ebbe a fönti részbe a héliumgáz, és a héliumgázt nagyon kis mennyiségű volt, de úgy sikerült kimutatni, hogy itt egy kisülési cső található, tehát ide elektrondákat kötöttek, nagy feszültséggel szikrát ugrattak át ezen a téren, ahol fölhalmozódott a valami, az alfasugárzás maradéka, és a szikra kisülésben kimutatták a héliumnak a színképét, és ilyen módon direktbe sikerült igazolni, hogy az alfasugárzás valójában héliumatom magokat tartalmaz. Kiderült a bétasugarakról, hogy elektronok, ugyanolyanok, mint a katod sugárzás, csak nagyon nagy az energiájuk, elképesztően, hogy sokkal-sokkal nagyobb, olyan az energiájuk, mintha több millió volttal gyorsították volna őket. A gamma sugárzásról pedig kiderült, hogy egyszerű röntgen sugárzás, csak nagyon nagy energiájú, tehát sokkal nagyobb az áthatoló képessége és a frekvenciája, mint a röntgen csövekkel előállítható sugárzásé. És Ernst Rutherford számtalan eredményt ért el a radioaktivitással kapcsolatban. Egy kutatócsapat volt köréje szervezve, úgyhogy most nem is sokszor azt fogom mondani a következő, hogy Rutherford vagy Rutherfordék igazolták, hogy, de ez ugye az egész kutató csapatára vonatkozik, nem akarom elbonyolítani a sok-sok név említésével. A fizika kultúrtörténetek könyvben egy kicsit bővebben van számon kérve, én nem fogom ott az összes nevet számon kérni. Nos, Rutherfordék elkezdték vizsgálni, és például kihozták a bomlás törvényt, hogy az idő függvényében hogyan csökken a még el nem bomlott magoknak a száma. Kiderült, hogyha N0 atomból indulunk ki, akkor az idő függvényében egy ilyen exponenciális lecsengés van. Ha T1-2 a felezési idő, akkor mondjuk ezzel a formulával lehet megadni a radioaktív anyag mennyiségét az idő függvényében.
Ugye ez azt jelenti, ez az egyenlet, hogy t egyketted időnként feleződik a mennyiség, aztán még, t, még egy felezés idő van, még feleződik, tehát az eredeti negyede lesz, aztán nyolcada, tizenhatoda, és szépen csökken az anyag mennyisége. Valamint Rutherford első eredményei között az egyik legkomolyabb az volt, hogy kémiai elemek átalakítását váltotta ki radioaktív sugárzással. Alfa sugárzást nitrogénre irányítva, oxigén és hidrogén termelődött. Ez egy gyökeresen új eredmény volt a korábbiakhoz képest, ugyanis kémiai eszközökkel ez nem lehet, tehát azért is nevezik őket elemeknek, tehát elemi dolgok, tehát ami tovább nem bontható, kémiai eszközökkel nem is, de magfizikai eszközökkel, illetve bocsánat, a radioaktivitás segítségével ez megcsinálható volt. Azért vontam vissza a magfizikai eszközöket, mert ugye ekkor még nem tudtak az atom magról. Csak azt tudták, hogy a radioaktivitásnak ilyen furcsa hatásai vannak. És felvetődött, hogy esetleg a magfizika lehetővé teszi az aranycsinálást is. Zárójeles megjegyzés, spoiler, a későbbiekből kiderült, hogy igen, ebben lehet, csak gyakorlatilag az így előállított arany sokkal drágább, mint a bányászott arany, plusz még a radioaktivitástól is meg kell szabadulni, úgyhogy nem igazán éri meg, de az alkimisták nagy vágya az elvileg végrehajtható a radioaktivitás, illetve hát a magfizika segítségével. És itt jön Rutherford és csapatának az egyik legnagyobb eredménye, az atommag felfedezése, amiről már a kvantummechanikában szóltunk, mert ugye a Bohr modell indulásához kellett, de nézzük meg részletesebben is, hogy hogyan is fedezték fel az atommagot Rutherfordék. Az volt a kérdés, hogy mi van az atomban. Tudták, hogy elektronok vannak, katódsugárzás, de ezek sokkal kisebb méretűek és tömegűek, mint az atom. Ezért 1904-ben Thomson megfogalmazza az atom modelljét. Az atom nagy része egy pozitív töltési massza, olyan, mint a puding, a negatív elektronok, mint a mazsolák a pudingban, ebben úszkálnak, az alapállapotban megkeresik a minimális energiájú állapotot, és akkor bocsát ki, vagy nyel el fényt, hogyha ezek az elektronok rezgésbe jönnek. Ugye hasonlókat a kvantummechanika kezdeténél már beszéltünk. A baj az, hogy az atomnak a mérete 10 a mínusz tizediken méter nagyságrendű, ez sokkal kisebb, mint a fény hullámhossza, ami 10 a mínusz hetediken méter nagyságrendű, tehát nem lehet mikroszkóppal megnézni, hogy mi van az atom belsejében. Ernst Rutherfordnak támadt az ötlete, használjuk az alfa részecskéket letapogatásra, az alfa részecskékről ugyanis lehetett tudni, hogy termelődik a természetben, az elektronnál sokkal nagyobb, kb. 10.000-szer nagyobb tömegű, pozitív töltésű részecske, tehát az elektronokat egyszerűen elsöpri az útjából, mint egy utcán menő autó a faleveleket elsöpri, ezért leginkább az atom pozitív részére lesz érzékeny, ami nagy tömegű, és a méretük azért sokkal kisebb egy atomnál, tehát ilyen tűszúrásszerűen beleböködhetünk az atom belsejébe. Ez volt a terv, és a Thomson modell alapján, amit jobb hián elfogadtak, mint kezdő hipotézist, azt sejtették, ki is számolták természetesen, hogy ez a pozitív töltésű massza egy picit taszítani fogja az alfasugarakat, tehát hogyha bejönnek az alfasugarak balról, akkor az áthatolva Thomson-féle atomon egy kicsit szétnyílik a nyaláb ennek a gyenge taszításnak a következtében. Ezt úgy végezte a kísérletet Rutherford, amit itt láthatunk, hogy vett egy alfa részecske forrást, leszűkítette egy keskeny nyalábra az alfa nyalábot, ide tett az útjába egy aranyfóliát, azért aranyat használt, mert abból nagyon vékony réteg létrehozható, és nem lesznek többszörös ütközések az alfa részecskék meg az atomok között, és azt várta, hogy ez a nyaláb egy kicsit kiszélesedik az aranyfólia hatására.
Ezt úgy mérte meg, hogy észrevette, hogy van egy olyan anyag, a cinkszulfid, ami már egy-egy alfa részecske becsapódására egy mikroszkópon keresztül emberi szemmel látható villanást produkál. És ezeket a villanásokat számlálták, úgyhogy változtatták ezt az alfa szöget, amit van, hát mondjuk nehogy az alfa sugárzással keverik az alfa szöget, de remélem mindenki figyel ennyire, és ennek a szögnek a függvényébe vizsgálták, hogy hol kapnak, hol milyen sűrűségű villanást kapnak. Nagyon fárasztó volt ez a méréssorozat, ezeknek a megfigyelőknek először egy órát teljesen sötétbe kellett tölteni, hogy a szemük elég érzékeny legyen. Viszont maga a kísérletsorozat egyrészt nagyon érdekes eredményt hozott, de önmagában is érdekes volt. Ez volt az első olyan jelenség, amikor emberi érzékelés számára egy-egy atomi folyamat közvetlen érzékelhető volt. Sokan, például a relativitás elméletben említett Mach, is kételkedtek az atomok létébe, mert egész eddig csak közvetett bizonyítékok szóltak az atomok mellett. A cink-szulfid felvillanásokat látva győződött meg az öreg Mach arról, hogy tényleg itt vannak valami kis elemi részecskék az anyag szerkezetben. No, de visszatérve a Rutherford-Geiger-Marsden kísérletre, vizsgálták és azt várták, hogy csak egy picit szélesedik ki a nyaláb. Ezzel szemben azt tapasztalták, hogy jócskán vannak nagyszögben eltérített alfa részecskék, még 90 foknál nagyobb eltérülési szögeket is tapasztaltak. Ez teljesen meglepte őket, bár hamar napirendre tértek fölött, és kiszámolták azt, hogy ehhez az kell, hogy a pozitív töltés ne egy masszaként legyen szétosztva a rendszerbe, hanem egy nagyon kicsi helyre koncentrálódjon az atomban. Számszerűen is lekövették, és az jött ki, hogy kb. 10 a mínusz 15-en méteresnek kell lenni az arany atom magjának, azaz 5 nagyságrenddel kisebbnek, 100 000-szer kisebbnek kell lenni, mint az atomnak az átmérője. Ez ugye hihetetlen, ez a 100 000-szeres eltérés például, hogyha az atommag méretét 1 centiméteresnek gondoljuk egy ilyen méretarányos modellben, akkor ugye könnyű kiszámolni, hogy 1 kilométeres atomot kell köréje képzelni, tehát egy méretarányos atommodell, ha 1 kilométer átmérő, akkor közepén 1 centiméter átmérő lenne az atommag. Megszületik az atommagnak a fogalma, és ugye megszületik a planetáris atommodell, miszerint a mag körül a negatív töltési elektronok bolygókként keringenek, és ugye innen jön a Bohr modell, amiről a kvantummechanikáról beszéltünk. Ezt a vonalat annak idején kitárgyaltuk részletesen, most az a nagy kérdés, hogy mi lehet az atommag belsejében. És itt kezdődik el a Rutherford-Geiger-Marsden kísérlet után annak a megismerése, hogy mi is van a mag belsejében. De ezt már a következő videóban fogom elmondani. Köszönöm a figyelmet!